Főtérpontról 1956, avagy a román állam ürügye, hogy ellenséget kreáljon a magyarokból. Szerző Szabó Tünde, 2018. október 6. Hogyan lett forradalom nélküli megtorlás és nemzeti kommunista szekus állam abból, hogy a román hatalom a magyar revíziót viszonyult bele az 1956-os budapesti forradalomba. 1956 tragédiája Erdélyben nem csak az, hogy a román kommunista állam példa és forradalom nélküli megtorlással válaszolt rá, hanem az is, hogy általa vett lendületet a román államépítés második nemzeti kommunista szakasza, amelynek célja a nemzeti kisebbségek eltüntetése volt, kivándorlás vagy beolvasztás révén. Ez derült ki Stefan Bottoni történész szerda esti előadásából az EM kolozsvári székházában, amely a Nagyváradi Szacsvai Akadémia és a Kolozs megyei RMDS sorozatának az erdélyi magyarság 100 évének őszi évadát nyitotta. Mi nyáron arról kaptunk képet, hogyan zajlott 45 után a romániai társadalom és gazdaság erőszakos modernizációja. Bottoni arra világított rá az 1956 Romániájában. A forradalom nélküli megtorlás és az új nemzeti kommunista államépítés című előadásában milyen törést és fordulatot hozott a kommunista államépítési folyamatban az 1956-os magyarországi forradalom. Stefano Bottoni 2002 óta kutatja a Közép-Európa politika és társadalom történetét különös tekintettel a nemzetiségi kérdésre és az erdélyi magyar kisebbségre. 2012 óta a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főmunkatársaként teszi ezt. 1944 ősze drámai fordulópont volt az észak-erdélyi magyarság történetében. Pár hét alatt zárult le az utolsó közjogi reintegráció kísérlete, amely után az egész nemzeti közösség a kommunistáktól a szélsőjobbig teljesen kiszolgáltatott helyzetben találta magát. A dél-erdélyi magyarok a korábbi durva diszkriminációhoz képest viszonylagos felszabadulásként élték meg 44 őszét, az 1945-ös hatalomátvételt. Az 1918-40 közötti időszak a történész szerint megmutatta, hogy a román állam nem tudta mélységében integrálni Erdélyt, hatalmi eszközökkel nem tudta megszerezni a kisebbségek és főleg a magyarok lojalitását. Államszervezése nem tudott operatívan működni, a hatalmi önkény és vegzálás elutasítást szült. Bottoni szerint ennek a nemzetépítési zsákutcának tudatában volt úgy az erdélyi magyarság elitje, mint Petru Groza és köre, amely hatalomra került Romániában 45. márciusában. A szovjet hadsereggel érkező rendszerváltásban viszont a magyarok érzik, mert érezhetik velük, hogy a felkínált integráció nem pusztán lehetőség, hanem kötelesség a szovjet típusú államszervezésben. Nem lehet az államon kívül maradni, mert ez a rendszer egészen más hatalmi eszközökkel hatott be a társadalomba. Kisemmiszte a középosztályt, a kisebbségi kultúrát fenntartó polgári milliót és mecenatúrát lenullázta, és államilag fenntartott kultúrára cserélte. Kezdetben ez teljesen szovjet irányítás alatt zajlott, Erdélyben gyakorlatilag azért is váltott a szovjet irányítás a román katonai közigazgatást 44. novemberében, mert a Szovjetunió nem akarta, hogy itt etnikai alapú polgárháború törjön ki. Az ő elképzelésükben Erdély egy békében tartandó pufferzona volt, és ez a stratégia hozzájárult később a magyar autonóm tartomány kialakításához. A szovjetek egyrészt vissza akarták fogni a román nacionalizmust, amely meg akarta bosszulni Észak-Erdély 1940-es elcsatolását Romániától, másrészt meg akarta értetni az erdélyi magyarokkal, hogy Romániához tartozásuk végleges, felejtsék el Budapestet, Magyarország nem fog védőszárként szolgálni számukra. Ezzel az erdélyi magyarok Kelet-Európában szinte egyedi lehetőséget kaptak a többi nemzeti kisebbséghez képest, értékelte Bottoni. A lengyelországi németek, közel 6 millió ember eltűntek az országból.
Csehszlovákia 3 millió ember telepített ki, 2 év alatt etnikailag szinte homogén cseh-szlovák társadalmat hozott létre. Az olasz kisebbség pár nap alatt tűnt el Isztriából, Dalmáciából, Vajdaságban vérengzések folytak. Az erdélyi magyar társadalma ténylegesen átfogó, mert 600 ezer tagot számláló Magyar Népi Szövetség vezetői Botoni szerint érzékelték ezt a kisebbségellenes közhangulatot, és belátták, hogy a legtöbb, ami a helyzetből kihozható, az az integráció. De olyan politikai integrációt szerettek volna, amely nem jár a nemzeti, nyelvi önazonosság feladásával, ezért igyekeztek gyorsan alkalmazkodni a rendszerhez, sőt, annak példás éltanulóivá válni. 1945-ben a Román Kommunista Párt akkorra már feldúlasztotta tagságának ötödét, tették ki magyarok, mintegy 100 000-en a 6-700 ezeres tagságból, ami Erdélyben 40-50%-ot jelentett. Az 1944 őszén létrejött Magyar Népi Szövetség kettős funkcióval bírt ebben az időszakban. A központi román hatalom utasításait közvetítette a románul alig értő magyar lakosság felé, és úgy vitt át magyar tömegeket a baloldalra, hogy azok 1946-ig észre sem vették. Kulturális iroda, panaszok bőven akadtak, állampolgársági ügyek, nyugdíjügyek, kisajátítások, menekültek ellátása, ernyő és intéző szervezet, mert a magyar lakosság nem közvetlenül a román hatóságnál intézte az ügyeit, hanem a Népi Szövetségnél, amelynek megvoltak a megfelelő összeköttetései a bukaresti minisztériumokban, ügyosztályakon, alkalmazkodva az egész ország működési módjához, mutatott rá a történész. Nagyon sikeresen szerepelt az 1946-os választásokon, hivatalosan 8-9%-ot kapott, Botoni szerint valójában több mint 10%-ot, csak le kellett kerekíteni az eredményt, ahogy a baloldali frontét felfele, a szavazatok közel feléről kétharmadára. 1949-ben indult a társadalom totális letámadása, ennek részeként 1948-ban lezárták a román-magyar határt úgy, hogy 55-56-ig szinte senki nem tudott utazni egyik irányban sem. 48. decemberében párthatározat mondta ki a nemzetiségi kérdés megoldását, amit a párt majd 2-3 évente újból és újból kimond. A Magyar Népi Szövetség ténylegesen már nem működött, 1953-ban kérte a saját feloszlatását, vagyonát felosztották néptanácsok és pártszervezetek között. A Román Kommunista Pártnak hivatalosan nem volt magyarság politikája, de az 1945-től létező intézmények működtek, például a magyar iskolarendszer általánostól egyetemig. 1948-ban államosították a felekezeti iskolákat, és a kulturális intézményeket átvette egy, a 20-as években született generáció, amelynek nem volt köze a 44 előtti kultúrpolitikához. Úgy érezhették, övék a világ, nyitott volt számukra a felsőoktatás, az irodalmi, művészeti élet, amelynek korábbi képviselőit az államhatalom kirostálta. Ez a csoport, amelyet Botoni Sütő András nevével fémjelzett, erősen hitt a kommunista pártban is abban, hogy nagyon gyorsan tud karriert csinálni, így kihasználta a megnyíló lehetőségeket, elfoglalta a megüresedő posztokat, és meg is tartotta 20-30 évig. Székelyföld hatalmi struktúráit ekkor még magyarok vezetik. Polgármesterek, prefektusok, rendőrfőnökök, még a szekusok is döntő részben magyarok. Ez az etnikai folytonosság, a kompromisszum, amivel a román állam integrálta a régiót a kommunista államszervezetbe, ahol ugyan mindenki kommunista, de Székelyföldön magyarul kommunista. Székelyföld státusa nyitott kérdés 51. szeptemberéig, amikor a szövjetek közölték Bukaresttel, hogy alaposan megvizsgálták a kérdést, és úgy találták, hogy az új 1948-as román alkotmány nem oldja meg a nemzetiségi kérdést a sztálini módon, azaz autonóm területtel. Két változatot javasoltak a román vezetésnek. Autonóm tartomány Kolozsvár központtal, a Székelyföld mellett a fél mezőséggel, közel másfél millió lakossal,
illetve egy kisebb, székelyföldi tartomány Marosvásárhely központtal nagyjából ez valósult meg. Míg a propaganda az internacionalizmusról szólt, a szovjeteknek nagyon pontos nemzetiségi kimutatásaik, térképeik voltak Erdélyről is, mondta a történész, csak nem kötötték a nyilvánosság orrára, ahogy ezt sem, hogy a nemzetiségi konfliktusok és lehetséges megoldásaik az egyik legfontosabb politikai ügy számukra. Így aztán kértek, és meg is született 1952-re egy új román alkotmány, amely már tartalmazta az autonómia tervezetet. Mivel az autonómiáról sem folyt vita, az csak úgy bepottyant Székelyföldre, fogalmazott a történész. Bemondta a rádió, leírt az újság, hogy hol húzódik a határa, mi a tartomány központja, hogy hivatalosan két nyelve az adminisztrációja. Addig is magyarul intézték az ügyeket, mert kevesen tudtak románul, a románok viszont tudtak magyarul. Helyben viszont úgy ütött be az autonómia, hogy a Tusnádfürdőn nyaraló bukarestiek a hír hallatán megriadtak, azonnal csomagoltak és hazautaztak, mert azt hitték, 1940-hez hasonló hatalomátvétel következik, mesélte a történész egy helyi orvossal készített interjúra hivatkozva. 1940 óta alig 12 év telt el, a román elitnek még élénk emlékei lehettek Észak-Erdély visszacsatolásáról Magyarországhoz. A székelyföldi magyarok ezt úgy ítélték meg, hogy ismét magyarok lettünk, szólhat a himnusz, kitűzhetik a magyar zászlót. A lakosság felvilágosító gyűléseken úgymond belső vitákon olyan kérdéseket feszegettek 52. augusztusában, szeptemberében, miközben zajlik a kollektivizálás, lesöprik a padlásokat, és rengeteg ember tartóztatnak le, hogy lesz-e országhatára tartomány körül, kell-e útlevél az átlépéshez, hol katonáskodnak majd a székelyek. Több tucat cikkben magyarázza a sajtó, hogy az autonóm tartomány határa olyan határ, amely összeköt, vagyis az autonómia a legmélyebb integráció eszköze. Egyértelműsítette Bottoni. A legdurvább sztálinista időszakban is meglódult az emberek politikai fantáziája az olyan hívószavakra, mint a területi autonómia, jegyezte meg a történész. A román kommunista pártnak ekkor még nincs egyértelmű koncepciója a magyar kisebbségi kérdésre, a történész szerint ezt az is bizonyítja, hogy épp akkor bukott meg Luka László, háromszéki székely, 1947-től Románia pénzügyminisztere, a román kommunista párt politikai bizottságának egyetlen magyar tagja, miközben épült ki a magyar autonóm tartomány. Amely nem volt önálló politikai entitás, vezetői nem voltak túl magasan képzett kádárek, és az első három évben nem is kezdeményeztek semmit önállóan, a mindennapi ügyek intézésére szorítkoztak, értelmezték és végrehajtották a bukaresti direktívákat. 1955-56-ban viszont már érződött a desztalinizáció hatása, megindult némi kommunikáció Magyarországgal, míg 1955-ben pár százan kapnak vízumot, addig 56 nyarán több ezer ember utazhatott ki Magyarországra. A MAT vezetői pedig kitalálták azt, hogy a magyar kultúra ápolja a haladó hagyományokat. Haladó hagyományoknak számított minden, amit és akit oda be tudtak préselni. Petőfi, Kossuth, Bolyai, mindenki, aki nem volt kimondottan fasiszta, román ellenes vagy kommunista ellenes, magyarázta Bottoni. Ezzel az egész erdélyi magyar múltat 1918-ig, később a két világháború közötti korszakot is újraértelmezték és integrálták az új kánonba, amelynek eredményeként Kolozsváron komoly műemlékvédelmi mozgalom indult, vagy kultúrhéroszokról tudtak elnevezni iskolákat, amelyek addig korai kommunisták nevét viselte. Így lett Bolyai a Vásárhelyi Középiskola, még szobrot is emeltek neki. Ezeket nem Bukarest találta ki, hangsúlyozta a történész, hanem olyan helyi kezdeményezések voltak, amelyeket nem tört le a helyi pártvezetés, amely még abba is belement volna, hogy megünnepeljük március 15-ét. Az 1956-os forradalom után már szó sem lehetett róla.
1956. szeptember végén pedig a kolozsvári értelmiség még többet követelt a bukaresti vezetőktől. Kétnapos gyűlésen 10 év összes szélsérelmét felpanaszolták Miron Konstantinescu-nak és Fazekas Jánosnak, és korrekciókat, kulturális intézményeket, folyóiratokat követeltek, mint például a korunk. Ezeket aztán apránként megkapták, és ha nem jön közbe a magyar forradalom, akkor Bottoni szerint még többet elértek volna. Az addig nyíltan brutális diktatúrában elindul egyféle korrekció, ami a magyar területeken a kultúra és a kulturális áthagyományozás állami támogatásaként valósult meg. Színházak, amatőr színházi csoportok kaptak pénzt vidéki turnékra, a népdaloktatás általános volt, néptáncolni mindenhol néptáncoltak, és ha ideológiát is húztak rá, attól még átmentette a sajátos motivumokat. A MAT kulturális üvegházként működött, ahol régi írókat, népdalokat, színházi darabokat emeltek be az erdélyi magyar önazonosságot biztosító kulturális csomagba egyáltalán nem magától értetődő állami támogatással és erős vidéki jelenléttel. Ha már minden faluban volt kultúrotthon és kultúraktivista, akkor szerveztek oda kultúreseményt, vázolta a történész. A nyelvhasználat pedig Erdély más területeihez képest ad egyféle otthonosságot a MAD-ban. A hivatalok egy része akkor is magyarul intézte az ügyeket, ha erre nem volt kifejezetten parancsa, mert volt rá némi mozgástere. A párgyűlések is magyarul zajlottak, ha bukaresti vendégek érkeztek, nekik fordítottak. A tartományi párbizottságban lévő mintegy 15%-nyi román többnyire értett magyarul, vagy beletörődött, hogy magyarok úgyse fognak megszólalni románul, mert itt otthon érzik magukat, az pedig fel sem merült, hogy ők a kisebbség kisebbséggel hogyan érzik magukat. Az 1950-es évek végétől viszont már arra dolgozott rá a hatalom, hogy ne csak az etnika arányokat változtassa meg, hanem az otthonosság érzetet is megszüntesse, illetve egy másik csapatot tegyen otthonossá. A román köztudatban Bottoni szerint úgy él a térség, hogy itt 1940 és 1960 között magyar hatalmi folytonosság volt. A magyarok nem adták át az irányítást a románoknak, és nem is vették figyelembe a helyi román kisebbséget. Az 1956 utáni erdélyi megtorlásban több ember került börtönbe, mint Magyarországon, csak hogy itt nem volt forradalom. Az egyetlen nagyobb megmozdulást temesvári diákok szervezték október 30-án, és annak nem volt magyar jellege, csak a budapestihez hasonló követeléseket fogalmaztak meg. Egy napig tartott, a hatóságok azonnal leszerelték egyetlen puskalövés nélkül. A résztvevő diákokat elvitték egy laktanyába, két hét múlva, mikor véget ért az akció Magyarországon, hazavitték őket, legtöbbjükkel nem történt semmi, a szervezőknek kikiáltott 30 embert perbe fogták. A forradalom nélküli megtorlás paradoxonának a hátterében egy teljesen új kisebbségpolitika áll, Bottoni szerint. 1957 és 59 júliusa között 9959 ítélet, 56 és 61 között 12-13 ezer ítélet született, több mint 30 ezer embert börtönöztek be, akik között több mint 10%-ra becsülik a magyarok arányát. 45 embert ítéltek halálra, de 1957-58-ban 139 ember halt meg a börtönökben. Bottoni a megtorlás felmérésénél nem csak a politikai pereket veszi figyelembe, hanem a gazdasági bűncselekmények ürügyén indított rengeteg pert is, ahol 1957-től drákai szigorúságú büntetéseket vezették be. Egy fizetésnyi érték ellopásáért például 5-10 évnyi börtönt, kicsivel nagyobb értékért akár 20-25 év börtönt, vagy akár halálbüntetés is lehetett kapni. A politikai perek szigorúan titkosak voltak, a gazdasági perek a legnagyobb nyilvánosságot kapták. Az elkapott tolvajt megszégyenítették, lehorták a munkahelyén, majd csak azután ítélték el, és legtöbbjük nem is szabadult ki az 1964-es amnestiával, mert az csak a politikai elítértekre vonatkozott. Csak a 700 ezres lakosú
Matban közel 2500 ember tartóztattak le, és közel 2000-et ítéltek el gazdasági jellegű bűncselekményekért. Ezekkel a perekkel, zömmel az úgynevezett deklasszált elemeket sújtják, például volt arisztokratákat, gazdagabb polgárokat, akiknek a vagyonát ugyan már rég elvették, ezért ők a tudásukból próbáltak fenntartani magukat. Sokan például könyvelők lettek az általános szakemberhiányban. Ha pedig egy cégben loptak, már pedig Romániában mindenhol loptak akkoriban, mondta a történész, akkor könnyű volt ezért a főkönyvelőt felelőssé tenni. Ugyanígy elővették az orvosokat, akiktől eltiltották a magánpraxist, de sokan nem hagytak fel vele, az viszont hatalmi döntés volt, hogy kit vettek elő ezért és kit nem. Mivel sokuk zsidó volt, el is hagyták az országot, ahogy ezt lehetővé tették számukra. 1958 elején párthatározat teszi ismét lehetővé az emigrációt. Ez alatt 130 ezer ember adta be a kitelepítési kérelmét, a nagyvárosi miliciák előtt hosszú sorok alakultak ki a kérvényezőkből. Aki kérvényezte a kitelepülését, azt kitették az állásukból, sokszor a lakásából, de nem engedték azonnal ki, sokszor éveket kellett várni az engedélyre. 1958-ban a tanügyi kádereket is megrostálták. Több ezer ember dobtak ki a román tanügyből, egyeseket a katolikus hátterük miatt, másokat azért, mert kényelmetlenné váltak, mint például Mikó Imre, aki orosz tankönyvet írt, 1957-ben még rábízták az ideológiai műsort, 58-ban már Horthy Istvánnak bélyegezték, és kitették az állásából. Ezekben egy társadalom átalakítási kísérletet lát a történész, amellyel párhuzamosan leszámolnak a szovjetcentrikus történelemírással, és beindul a nemzeti kommunista történetírás és emlékezetpolitika. Bottoni ennek folytatásaként láttatja a mai jelenségeket is, például, hogy nincs emlékmű annak a több tízezer embernek, akit a Duna-deltához húzottak, a Perivravai szigorított munkatábor két évvel ítélt, nemrég elhunyt vezetőjének, John Fitzsornak a volt házában jelenleg ötcsillagos szálloda működik, és idén hiába keresték, nem találták a Szoboszlai per 10 kivégzettjének sírját. 60 éve nem lehet tudni, hova temették az 1956 utáni erdélyi megtorlások leghíresebb áldozatait. A nyers állami erőszak tömeges alkalmazása ekkor Románián kívül csak Albániában brutálisabb. Romániában, ha egy rendőr vagy szekus agyonvert valakit, lazán megúszta. Ezt Bottoni Florian Opria kolozsvári szekussal példázta, akinek a káderlapjáról kiderült, hogy mielőtt jelentős karriert futott volna be a 70-es években, 1962-ben olyan brutálisan hallgatott ki valakit, hogy az meghalt. Opria ezért kerek 5 nap elzárást kapott. Ezt az állami erőszakot 1956 után egyre gyakrabban a kisebbségek ellen irányították, a belügyi offenzíva célpontjai 1957. januárjától a legionárisok, a magyar éredenták, cionisták, szászok. Mert a hatalom azt tanulta meg az előző 10 évből, hogy túl sok eredményt tett a magyaroknak és engedményt, és szigorúbb ellenőrzésre van szükség. Ezt viszont fokozatosan finomodó és egyre szélesebb tömegeket érintő módszerekkel érik el, a besugás és megfigyelés kiterjesztésével. 1956-ig a Securitate irataiban a magyarok nem jelentek meg csoportban, utána a kisebbség nemzetbiztonsági kockázattá, a magyar kérdés állambiztonsági kérdésé vált. De nem azért, mert a hatalomnak nem lett volna mitől tartania, hanem mert a hatalom képviselői mondogatták egymásnak, hogy van mitől félni, hangsúlyozta a történész. A román központi hatalom rögtön 1956. októberének végén kiküldte Budapestre a magyarul is jól beszélő Walter Románt, aki azzal jött vissza, hogy úgy hallotta, dúl a revizionizmus Budapesten, vissza akarják foglalni Erdélyt. Miközben az 1956-os dokumentumokban nyoma sincs annak, hogy a forradalmárok felvetették volna Erdély vagy határon túli magyarság ügyét. A Szoboszlai félre összeesküvés perének történészi vizsgálata is arra a megalapozott feltételezésre jutott, hogy a vádirat zöme, ami forradalom kirobbantására és az államhatalom megdöntésére vonatkozik, mese.
A román hatalom viszont egy egész koncepciót épített a revizionista fenyegetésre. Nikolai Ceausescu 1957. februárjában, amikor már a második embernek számított a kommunista pártban, beszédet tartott a minőségű munkáról az államvédelem, amelyből a történész azt a részt idézte, hogy a Securitate-nak be kell tartani a törvényeket, mert ez kihat az állambiztonsági szerv és a párt megítélésére egyaránt, miközben a szerveknek szükségük van a széles néptömegek támogatására. Vagyis beszélni kell az emberekkel és be kell szervezni őket, egyértelműsítette a történész. A belügyiesek évvégi kétnapos ülésén a magyar nacionalizmus már mint állambiztonsági prioritás merült fel, Budist Jánó ezredes egyenesen megrója a Kolos és a Magyar Tartományi Igazgatóságot, hogy úgymond lebecsülték a munkát a magyar nacionalisták körében, alkalmat adtak ezeknek, hogy szervezkedjenek, sőt, egyes akciókat véghez vigyenek, például röpiratokat terjesszenek, revizionista dokumentumokat készítsenek. Ennek az értelmezésnek tudható be az államapparátus úgymond megtisztítása a kisebbségektől, mint kockázati tényezőktől, a magyar intézmények, mint a MAT, a Bolyai Egyetem, az önálló középiskolák felszámolása, az ideológiai tisztaság megteremtése az értelmiségen belül, és az erőltetett urbanizáció, amellyel többségé duzzasztották a román lakosságot az erdélyi városokban. Stefano Bottoni szerint ez a román nemzet és államépítés második hulláma 1918 után, amely megteremti annak a rendszernek a mentális alapjait, amelyet aztán Ceausescu fog tökéletesíteni a 60-es években, amikor hatalomra kerül, és a teljes hatalmat a maga személye köré szervezi. 1958-ban megköszönték a szovjet csapatoknak a felszabadítást, és búcsút intettek nekik azzal, hogy ebben az évben tetőzött a terror. Megmutatták a szovjet eltársaknak, hogy annyi embert tudnak lecsukni, ahányat akarnak, és tökéletesen tudják működtetni az elnyomó rendszert. Így tudott Ceausescu a 60-es évek elején visszavenni a keménykedésből, illetve azzal, hogy felpörgette a megfigyelést, ami a 60-as évek közepén tetőzött. Akkor mintegy félmillió embert figyelt meg állandóan 100 000 ügynök. Az 50-es években 30-40 000 volt az ügynökök száma. A fizikai terrort felváltotta a pszichikai terror, amellyel belesújkolták a lakosságba, hogy ki uralkodik ebben a helyzetben. A kommunista Románia ezt az örökséget viszi tovább magával 1956-tól. A román történetírás nem foglalkozik 1956-tal, vagy legalább az erdélyi vonatkozásaival, mondta a történész, kivéve egy könyvet, amely csak ártott az igazság megismerésének. Mihály Rétegán 1996-ban megjelent könyve az 1956 Expózia. Ebben Mihály Lunguval, a bukaresti levéltár igazgatójával olyan forrásokról írtak, amelyeket akkor csak ők láthattak, például a politikai bizottság jegyzőkönyveit. Amikor 1995-ben azt sem nagyon lehetett tudni, hol van a levéltár, vagy budapesti követségi iratokat idéztek, amelyek szintén a Walter Romani kitalálta revizionista narratívát erősítették. A két szerző nem helyezte kontextusba ezeket a forrásokat, se Walter Roman, se Aurel Monosnyán inkognitos budapesti útját, ahol felfedezik és jelentik, hogy ott mindenki Erdélyt akarja, csak épp a forradalmalak nem tudták ezt magukról, bírálta történész kollégáit Bottoni. A román szakma ezzel letudta 56-ot, illetve annyira mégsem. Joana Boca 1956 Un an de ruptura című 2001-es monográfiájában korrektül ír Lengyelországról, Magyarországról, a romániai hatásokról. Valamennyire az erdélyi magyar dolgokat Temesvárt is érinti, és nem fogadja el azt a nacionalista vonalat, hogy területi követelések miatt kellett 30 000 embert lecsukni, értékelte Bottoni. Persze derülhetnek még ki érdekes dolgok, egyes forrásokhoz ugyanis nem lehet hozzáférni, például a titkos pártrendeletekhez. Két intézmény pedig a román kutatók elől is elzárkozott, amikor készítették a kommunista rendszer bűneit összesítő
Tisman Jánu jelentést mesélte Bottoni, a milícia és a statisztikai hivatal. A milícia anyagaira nem terjedt ki a Senász illetékessége, mintha az egy teljesen törvényesen működő szervezet lett volna, miközben köztudott, hogy a fizikai erőszak zömét ők hajtották végre, vázolta a történész. A statisztikai hivatalnak már akkor is jóval több információja volt, mint amennyit közzétett. Bottoni szerint részletes társadalmi nemzetiségi kimutatásaik lehetnek, ezek alapján tervezték a kis és nagyvárosi lakótelepeket és azok benépesítését. Az 1956-os népszámláláson már csak 200 fő volt a magyar lakosság számbeli fölények Kolozsváron. 1957-ben pedig idézte Bottoni egyik bukaresti interjúalanyját, György Gyurgyud és Pesgővel ünnepelte a központi bizottságban, hogy a statisztikai hivatal jelentette, Kolozsváron megteremtődött a román többség.